Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how.
just like a spark that's breaking out. Can't make a start, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. Hallå? Det ser ingen ut ut ut, va? Genom. En namnkunna kan man ju med på tannar ju vet sig det. Ja. Vill du något? Det slappnar om man ger en keeper. Vad ska jag resta ta med oss? Ja, mitt mangrann. Vad är för... Jag tycker att jag tar han, vad är det? 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 Oh, hey Rainbow. What's the deal? Jag har tagit Sven. Mm. 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 No way. Vad ser? Ja. Vad är det med? Tänk om han gör vad han vill, då kan man bara ont om att se en. Han var okej, men inte Charlie just nu. Han var okej i hårgasen, jag vet att det är så Charlie. Där, men ni känner sig inte det. Bondage, alltså chef och jag som är. Jag vet inte att det blir så pass lust. Jag har bett att dra knyta i sig ett. Vad säger du? Bondage.
Paperboard. Szép napot. Szerelés kéne erre a gépterbe. Rendben, fáradjanak be. Jó. Mi ez az ajtó? Van ilyen ajtója a polcon? Hát remélhetőleg, de ezt mindjárt beviszem, azt akkor meg valami fölrakni. Rendben. Most már fölkapom szépen. Ide jövök gyorsan, lerakom itt az ajtót. Mi van nála? Ez a legjobb. Mi van nálad, Pista? Nálam semmi. Eltenné azt a... Kezed be van görcsölve. Ja! Köszöntem. Nézzük akkor gyorsan visszajelzzük le az ajtót, kicsit kijavítjuk. Fényezések nincs semmi baja. Milyenjogokat kicserélem, majd az eltörtek. Ah, de szuper. Az úriember egy varázsló. Na, megvonnánk uraim, parancsoljanak, 300 dollár lesz. Nekem számlázni. Ó, köszöntöm szépen. Miköszönjük? Köszöntöm. Végre majd normális szerelő, aki dolgozik is és jó munkát csinál. Miért nincsen most senki se városban, most jöttem még csak. Nincsen. Hát az fazza. 5 szerelő műhely közül 0 szerelő. Az a baj, mi most csak kevesen vagyunk, aztán gondoltam feljövök, mondom. De akik vannak, azok meg olyat csinálnak, hogy szétrúgják a kocsit a helyet, hogy megszerelnék, na mindegy. Ja, hát annak nem tudom, értelme van. Hát itt leszek egy darabig, hogyha kellek. Jó, lehetséges, hogy... Viszlát! Viszlát, mondjuk, ha nem ébredetek, akkor... Ja? Viszlát, viszlát. Viszlát. Viszlát egy bátyja. Nincs egy szerelőtelep se nyitva. Mi? Nincs egy szerelőtelep se nyitva. Már kiírták. Mit rósak, mit fel vannak. Ja, azt néztem egyszer, csináltok egy másik kutyához videót. Nem tudtam, hogy az. Thank you.
én is. Mi van? Yeah, is it? Thank you.
Alizott, ja. Mi a helyzet? Még most a jó a szerver? Mit ír benne? Ellenőrző kódot ír benne? Hát jó van. Ezt ők mondták. Mit mondasz? Ja, nem. Ja, értem. Hát nem biztos, hogy azzal jó lesz. Gépeden lett valami csinálva azóta? Jönne Teddel? Ja. Ligaci. Ezt steht, Sebastiani.
Ja értem. Az úgy passza. Helyzet nem. Három darab bombás van itt. Hát az... Megint nincsen kocsink, úgyhogy megint nem tudjuk csinálni. Mi? A munkát. A munkát csináld? Na, de akkor mindjárt reklamálok. Tettem be csalit, de csak négyet, most ötöt. Illetve négyet. Amit beszben még. Akkor lehet, hogy nem kapható máshol a csali halott, csak kukázásból. Ó, bázzak, most jöttem ide. Kocsi törlés. Te hallod, Jani, neked minden drága, hallod? Adjál már, passzom ki van, már így is már lejjebb vettem az árakat. Élet, az egy drága. A gyász is a szenvedés az. Hogy ezek mire jók, de ide berakom. ETS-2? Hát nem tudom. Azokban leszek kíváncsi, hogy ezekért mikor fogunk kapni valamit ezek. Mire?
Hát, jó, kösz, hogy eladtad, de azon nem volt kisegítve. Egy fegyvereket csináltam volna. Egy nem kell csinálnom semmit. Hát nem tudom, Laci, figyelj, gondolod, nem tudom, mikor lesz oda bent, vagy hogyan. Tudom én, hétvégén esetleg. Nem csak az nem tetszik, hogy nincs itt megint a munka. Ja, nekem már szoktam, nekem nincs vele bajom. Ahhoz kéne megtudni, hogy hol a faszomban lehet fegyver alkat visszaszedni.
Gyors benzinkút az a megvett benzinkút, vagy mi? Ez is üres. Az jó. $25 million forma pointért. Az jó. 25 milliót életemben nem láttam azt. Azt szerintem igen, de itt nem. Mondható kötél. $100, mi van? Üres. Az jó. Thank you.
Milyen kicsit le van amortizálva az autó. Hall engem? Haló? Laci, valamikor kamionozni akarsz? Это тот. Hall engem? Halló? Én nem hallom magát, hogyha maga hall engem, akkor valamit csinálja a hangszálával. Persze, persze. Mit szeretne, uram? Hát a javítást, ha lehetne. Hát a data tükörrel is, egy picit szobálom, ha megnézi. Igen.
Meg lehet oldani? Ja, vittás, meg lehet oldani, persze. Ekkor... Mit szeretne, uram? Javítást, már mondtam. Hát ki kell szálljon, ki kell, hogy szálljon a kocsiból. Pillanat. Gondoljon a B betűre, hogy kikapcsolja a biztonsági évet, és akkor ki tud szállni, hogyha gondol az F betűre. Aha, jön, köszönöm. Mi kezdődött? Jó, hogy itt a horkodást javítom, mikor is visszarakom a helyére. Így mi? Azt sérült a fényezés. Mancsoljon uram, $300 lesz. Persze megfogjam. Coin, faszom, mint én nem tudom, hogy megjegyezi, mik ezek. Adi pillanat. Csak. De tudja, megcsúsztam. Megkapta a pénzt? Nem kaptam egy fillért se, uram. Átadta vagy lerakta ide a földre, mert valamit kidobotta, hogy észre aztán. És tudom, hogy azt hiszem, hogy az volt. 170 ez, uram. 300 a javítása. Á, értem.
Ой, косо.
Na mi van? Mennyire kihalt a város? Ki van még itt amúgy? Laci, te vagy csak egyedül? Vagy... Gazeszti van még a tabletről. Most nincs itt a szobában, nem tudom, hogy... Miért filikába szól, gondolom az anyja itt nem van. Ja. Az úgy cumi. Pink tíz is. De mondom. Na visszakapjuk? Mi lesz? Na? Nem. Én nem? Mit? Én nem? Mit nem? Nem belül nincs. Nincs. Nem tudom. Hát hogy dolgoz? Kérdezz meg tőle. Én már nem tudom. Ülöm, de rá izé, rá izé, a nitrós aztán igazából ennyi, én nem jön senki. Mit? Itt mit? Jön vele. A harmadik küldeti izé küldeti küldeti. Ja? Vics? Nem tudom, itt nem volt semmiféle izé. Nem sokáig, már egyre kevesebb az ember fent. Mi?
szennyel. Miért? Nem. Nem hiszem. Elviszik az a lényeg. Nem. Jó az. Itt egy Marix hogy hírja. Ja, neki is állok aztán. Hogy hízok? Mi? Ne úgy kell szót hittem. Beszélünk egyre. Hogy nem. Vagy te. Mi? Hogy ne tudnám megvenni? A sörös flaska. Vagy ne abba? Semmi.
Ukrász vagy itt. Mi baj van, vagy mi? Micsoda? Tudnám, hogy? De régen. Miért? Bebassza. Az. Mindig két csalim van. Addig négy. Hol itt raktam be? Azt hiszem, hogy megveszi valaki. Azt hiszem, hogy megveszi valaki. Túl sokat adsz egy, nem csak szemét. Nem, azt érdekes, hogy egyiket sem vitték el. Megrúgom a kurvát. Olyan állandók van. Orrándok. Van hóz. Micsoda? Elszom, jön neki meg, addigra nincs ott senki.
Én menjek legalább kocsikázok egyet. Jó, rendőr. Nem, valamit nem állítottam ezzel a telefonba. Ízítem a... Ezért volt a gond. Ha nincs lezárva a telefon, úgy értem, hogy nincsen kinullozva. Ahogy előszed a telefont úgy, lemaradsz egy üzenetben mondjuk, vagy valami, akkor ezt csinálja. Okay.
Nem csak, hogy idően mi az, ami van. Van az állva, hogy valaki. Halló? A jogurás, az ejtőernyő. Végig járt már a falat és nincs itt a csávó. Milyen kell tankolni? Leveszed? Igen. Ennyi. És tankol. Tervezik. Igen. Köszönöm. Rá, nem működtem. Na, ez nagyon jó, nincs is már fenn a csávó, vagy mi van? Hol van? Osztotics. Ide fenn van. Miért nem ér vissza? Mi?
Ez így nagyon jó, sehol nincs egy csávú. A farm az igazából ez, az épület, de hát itt senki nincs. Ez egy érdekes. Mm-hmm.
Mi a szar van nálam már megint? For a wigwam burger, but I'm supposed to be on a diet. Shit, fine then. Én nem. Mit? Oké. Micsoda? Egyed. Akkor a...
Hello. Barakom mi van nálam. Szeretlek. Én is. Mész a, oda a tárolóba, vagy nem? Már voltam. Akkor megyek. Tárolóba. Most. Jó. Nem tős, mindjárt megyek. Jaj, de ezt a futást. Jó napot, uram. Szép. Én írtam, hogy esetleg érdekli el magát. Egyelőre csak hamburger, meg üdítő. De lesznek majd lángosok, meg ütös kalácsok. Ütös kalács? Aha. Úristen. Ezek milyen ételek lesznek? Ilyen jó laktatók, vagy olyan több? Remélhetőleg igen. Most, ami jó laktató is, ha kell maguknak, akkor tudok vinni hamburgert. Ja, ez a sima volt hamburger. Igen. Egyelőre csak azt. Hát abban van. Az a baj, a régi boltomból eltűnt minden, ami volt. Hát persze, ez mindenkinek. Ez a tárthatát, ezt megiszom, nagyon bebaszok? Hát, az nagyon jó kérdés, szerintem igen. Nagyon jó, ki majd nem próbálom. Rányomok egy kis morfiumot. Na, és maguk hogy állnak szerződéssel? Kaszkó meg ilyenek? Van. Most hát tud csináltatni, ha gondolja. Maga főnek? Igen, engem. Neked érdekli céges téli esetleg? Nem tudom, az a konkrétan mi... Mit nyer? Aha. Hát ingyenes ellátás, bármi esetben, illetve mindenre kap kedvezményt a kórházban. Kötszer, medkitre, Xanaxra, morfiumra, adrenalin, illetve aha, fegyverengedélyre is olcsóbb lesz. Lehet, mennyibe kerül? Hát úgy van, hogy magánszemélyenként 10 000 formakoin, de hogyha cégre kötne, és mondjuk minimum 10 000 vannak, akkor 45 000. Egy hónap. Ezt mi megbeszéljük a többiekkel. Lehet, na az a baj, hogy most a fele bagázs nem tudsz följönni így a városi problémák. Változások miatt. Igen. Na, sokan.
Úgyhogy hárman maradtunk, úgyhogy másik fele az még kicsit arrább van. Úgyhogy nem tudom, mi lesz vele. Ja, az kell lesz. Maguk amúgy a bánok, csak úgy kérdezik. Hát jó formán igen. De amúgy mindenfélet csinálunk. Hát ott láthatja ott a Nissan-t ott a... Aha. Aha. Azt rögtön készültem. Ha értem. Igazából gondolja, tudunk vinni teherautóval ételt, italt, persze nem ezért az árért, amit ide van kirakva. Na, mert igazából úgy is te beszéltünk, hogy kapnak tévét egy hónapra, abból árba beszállítanak egy X kaját. Azt max, hogyha nem elég, akkor rendelünk még. Uh-huh. Vagy mondjuk adhatunk cserébe értek összereket, vagy szanakszokat. Az is jó egyenlőre. Jó egyenlőre cserébe a kötszer is. Megyek addig. Oké, okay, ha kérdezni, akkor mondd meg nekem. Ja, de várj, az IFD és nem rendőrös. Lehet tuningolni jön majd. Amíg nem hiszem, mert ez fekete volt, akkor kék lett volna az autója. Hmm. Na közben nekik is kell tuningolni autókat. Rendőrök tuningogatják azt? Hát, ja. Már kértek jó párat az IFD-sek. Most sokkal drágább a tuning, nem? Figyelj, én úgy tudom, hát mi úgy dolgozunk, nem tudom, hogy többiek hogy dolgoznak. Nem szorzózunk igazából. Amit kidob a gép, azt alapból elkérjük, meg hozzákérjünk munkadíjat. Aha. Attól függ, hogy mit kér az úr, és akkor úgy mondjuk a munkadíjat. Nem tudom, mert ugye nálunk magyarban úgy volt, ha bevittél egy ilyen széges autót, az 70 rongyai 70 ezerből fölnyomtat fúrra. Aha. Hát az ugye lófasztan volt. Hát, már az IFD-seknek annyira nem, nekik drága, legalábbis így drága az autó. Hát persze a más árak vannak már. Mert nem mindegy, engem nem minden pont az arra, mert nekem meg az összes autó megmaradt, szóval. Uh-huh. Mármint a céges. Igazából... Mi az, ami most úgy őszintén érdekli? Mert az baj, hogy nem tudok menni se a Mamma Mia-hoz, mert ugye most nincsenek. Vagy nem tudom mi van. A bolt náluk üres. Hát, az átállás miatt mindenki. Igazából én még nem kaptam meg a lángos, meg a kürtös kalácsost. Nem tudom mikor lesz, hogy megkapom. Meg addig izéket tudok beszállítani, hogyha ugyan. De lesznek a... Lángos meg a kürtös kalácshoz többfajta üdítő is elméletileg. Legalábbis kértem Monstert, Capit, meg ilyen Top Joy-t, meg ilyeneket. Monstert lehet kapni a legyébe is. Valami boldog. Hát a Mamma Mia-ba lehetett venni, de most már nincsen. Mert az sincsen feltöltve, ha jól tudom. Na, ezt hiszem tegnap vettem ott pedig. Fel van töltve? Szerintem fel van. Ja, ugyanúgy, mintha sima víz lenne, érted? Uh-huh. Én belőle majdnem 5-öt vagy 8-at, hogy elhúzza a szomjadat. Hát az faszod. Na vízből megiszok azt hiszem 10-et vagy 20-at. Hát ja, a hamburgerből is az a baj, 8-9-et meg kell egyet. Sokáig hát kell. Nem tudom, én 4-et 5-öt megeszek és tele vagyok. Az vagy egyelőre csak ilyet tudok vinni. Ja, már kicsit. Hát reméljük hamar lesz kürtös kalács. Mert már én is megkóstolnám. Vagy fasz a finom kis izé, lángos. Azért van itt az a kis bódé, de hát most egyelőre. Most egyelőre amik vannak azok ezek, amiket itt vannak. De ezeket meg fogom szüntetni, tehát nem lesznek itt ilyen dolgok. Ha. Ami volt a raktárban, azt bepakoltuk, aztán igazából ennyi.
De okay. nagy kiráron akármikor tudok szeretni, hogyha gondolja ilyen üdítőket, amik itt vannak benn most. Meg a hamburgert, meg kenyeret. Üdítőből melyik a legjobb maga szerint? A kóla. Forma kóla. Pillanat, hogy jövök, csak lebaszom itt a... az embert, aki most jött be a kocsiba. Mert kimentem és nem volt ott a helyszínem. Na, csináld csak. Jó estét kívánok, egy tisztítás meg is szerelőszörödnék. Jó estét. Uram, kimentem én a izére a... oda. Oda. Farmhoz, de nem volt ott. Hát igen, mert addig ráfittek egy másik helyre, hogy szerelő áll egy gadi, hogy be tudjak jönni a szerelőtelepig. Hát de akkor szólhatott volna, én nem köröztem volna ott izé. 10 percig. Hát jó uram, nem tudom a telefonszámát, tehát így... Hát izé, Twitteren is írhatott volna. Jó, értem. Hát mindegy igazából. Na, viszont kimegyek a mentőséhoz nyugodtan. Jó. Mit szeretne akkor? Szeretnék egy teljes szerelést, meg egy tisztítást. Igen. Ez az úr rendőr volt? Vagy rendőr? Igen, csak kimentem, aztán nem volt ott, aztán baszott írni. És mennyit tudja beszerezni a, ezt a hamburgert meg a kólát? Mindjárt nézem, hogy mennyiben van. Fele-felébe. $15. Ez volt van mennyi amúgy? Vagy 15 coinba. Ha. Sima voltokba ez mennyi meg? Sima voltokba? Hát ez nagyon jó kérdés, nem tudom. Ja. Még a vége. Persze. Úgy szóltam, hogy megszerelem, lemosítottam. Most 100-100-at adni. Igazából még vélem venni most innen, és az ugyanott tartunk akkor. Ahogy gondolja. Vagy akár elviheti az összeset is igazából. Én úgy is várom a lángos meg a kürtös kolácsot. Meg az üdítőket. Nem tudom, milyen üdítőket fogok kapni, de ezeket meg akarom innen szintetni. Aha, na jó, most vettem 100-100-at, aztán majd ha lesz idő, elkezdem, megadom a számomat. Na, miért nem tudok szerkeszteni? Ja, mert az az ambulance. Ó, bakker. Na, mondhatja. Elküldtem üzén, most megnyis a telefonját, és ott van egy ilyen csillag, a javasolt, ott csak ott bedobja rögtön. Megosztottam a számomat. Ó, telefon. Ez a telefon, nem tudok visszalépni benne, pillanat. Ott van az a kis sziget, ahol arra kell menni rákat. Aha, azt mondja, mit kell keresnem az izén? A telefon, megnyis a hívásokat, és ott egy ilyen csillagra rámegy az első, az a javaslót. És kapásból leszek, csak el kell menteni. Akkor lehet, hogy az izé maga volt az ambulance, amit kirakott nekem? De nem tudom, parkosodóként, névként kéne megkapja. Tudna még egyet küldeni? Lehet, hogy elrontottam. Lehet, hogy azt izé off voltam ki. Üdök még egy. Nem kaptam semmit se. Ez érdekes.
Nincsen sehol se piros jel. Kaptam volna valami üzenetet, meg amúgy se. De nem az üzenet, nem az üzenetek, hanem a maga a társadalás, tudja, a telefon hívásokat is sem. Ha bemegy a főmenő... Megvan. Rendben, elmentettem. Lehet én hallom rosszul, de lehet, hogy mentő autó jár, nem? Jár, igen, mert világít a lámpája. Csak nehogy kifogjon a benzin azért. Ha, csak nem. Csak itt van nem messze a benzinkút, úgyhogy... Amúgy igen. Na jó, és ha meg mondjuk valami fegyverengedélyke, akkor szóljanak, mert tudok ráadni vizsgát. Nagyon jó kérdés, mert egyszer lett kérdezve a rendőröktől, hogy sokkolót használhatunk el esetleg, hogy van valami probléma. Hát azóta nem igen foglalkoztunk vele. Sokkolót nem én is fognak adni. Csak maximum nekünk adnának. Magyarországon nekünk volt, azt kértünk. Aha. Mondjuk, hogy más kapcsolat volt, hogy most ezzel a Székely Szilárddal, hogy tudnánk megegyezni. Nem tudom, régen nem volt ilyen probléma. Régen volt a szerelőtelepeseknek. Majd veszünk baseball ütőt. Hát nem tudom. Fegyver az mindig jobb, mint a sokkoló igazából. Nem, mindegy, ha lesz kis kés, aztán csókolom. Vagy azok is. Ennyi. De hát bebaszna, hogyha itt neki állnának itt hepsziáskodni. Hát, nem hinném, hogy szerelőtelepek bejönnek szarakodni. Volt rá például, hogy itt lefordultak. A két oszlop között lefordultak, azt mentek is vissza utána. Hát, hogy azt nézték, hogy ki tudnak elkapni, tudjuk. Hát lőtték, lövöldöztek össze-vissza. Aha. Megyünk. Mennyi az idő? Itt könnyen meg lesz szívetni valakit, itt jön, pont mennek ki, azt elkapják rögtön. Ja. Na uram, mi lehet, hogy akkor most elmegyünk a városból. Jó, nem tudom, esetleg egy szerelés kell a kocsijának? Már meg lesz szerelve. Ja, jó. Oké. Az igazán. Nincs mit. Majd akkor telefonálok, hogyha gyerek a SMS, hogyha megjöttek a dolgok. Rendben. Köszöntöm szépen, viszlát! Viszlát! Szép szentel. Jó. Na. 600 forintot. Vagy mi ez? Hogy hívják ezt? Hát mindegy, én dollárt szoktam mondani, de coin amúgy. Jó, hát tudna is bekérdezni. Nem, de 500-at beraktam a kasszába. Másikat nem tartottam. Ez mi? Ez nincs előttem semmi, és neki mentem valaminek. Ne jelj már neki. Nekem nem ér ki semmit. Meg az. Állj ki a kocsiból, nézd meg. Most nem írja. Elütötted a macskát. Adnak most fém hangja. És ízd, ki tudod belezni. Úristen. Ha van késed. Miért ne volna? Nem jó hozzá az a kés? Vagy csak te tudod megcsinálni, nem? Most látod? Még ott.
Azért, hogy kell nekem kés. Ja, nem így, adom én a kést, de akkor izé, nézd meg. Jó. Nagy jó jobb. Rákat mutat használva. Nem tudom meg kivelezni a macskát, csak ráírja. Edd a kést, minél megsúszítsz engem. Tedd el, mert meg fog szúrni. Tedd el. Miért van nálam megint kés, mikor nálam nincs is kés? Várjál, nálam is itt a kés, de nálam nincs kés. Jó, hát én nem nyúlok semmihez se. Mert nálam is itt a kés, de nincs nálam kés. Jobb ki. Hát ott ezt mondom, már szúrok is. Tudom. Nem tudom fővenni, miért nem tudom fővenni? Ott van. A kurva anyádban már. Megint a telefon faszom, beleverem a kurva anyjába már a telefonjának. De már tényleg. Ezt nem hiszem el, bazd meg. Agyfasz kapok ezen a szerveren már, de tényleg. Faszomat már az egészbe. Szeretlek, szia. Én is, szia, szia. Na jó. Jó ég mindenkinek. Szevasztok.